Úgy hallom, hogy valaki próbálja beindítani a motorját odalent, de nem nagyon sikerül neki. Király. Sziasztok! Ez a mai egy szerzeményes videó lesz. Megmutatom nektek, hogy miket vásároltam az elmúlt körülbelül 2-3 hónapban. Lesz köztük leárazásos szerzemény, lesznek kozmetikumok, ruhák, cipők, mindenféle, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, akkor tartsatok velem. Az első az egy tusfürdő, amit az Yves Rocher-ban vettem, és ehhez annyi plusz információt mondanék, hogy utoljára évekkel ezelőtt vásároltam az Yves Rocher-ban, úgyhogy ez most egy nagy dolog számomra. De az a helyzet, hogy néhány héttel ezelőtt elküldték nekem az új tusfürdő koncentrátumokat tesztelésre. Azoknak ilyen picike flakonja van, és állítólag 40 zuhanyozásra elég ez a kis tubus. Hát nekem nem volt elég 40 zuhanyozásra, ugyanis annyira tetszett a mangos korianderes tusfürdőnek az illata, hogy így locsoltam magamra. Úgyhogy utána szépen bementem a boltba, és megvettem a normál kiszerelésű tusfürdőt belőle. Nem akar az a motor beindulni. Hihetetlenül finom illata van, friss, gyümölcsös, nagyon-nagyon tetszik, én tényleg beleszerettem ebbe az illatba. Életemben először rendeltem a MAC webshopból is, igazából csak egy rúst rendeltem, de amikor leadtam a rendelést, volt egy olyan akció, hogy ha rendelsz egy rúst, akkor kapsz mellé egy Velveties rúzsszeruzát is ajándékba, aminek baromira örültem, sőt, választhattam még egy termékmintát is ajándékba, és én ezt az icike, picike kis, hihetetlenül cuki, szempilla spirált választottam, hát ez baromira tetszik. Egyébként a rúzs, amit rendeltem, ez a Satin Lipstick a Twig árnyalatban. Ez egy gyönyörűséges, ilyen májvás, rózsaszínes, barnás szín. Ez van egyébként most az ajkaimon is. Ez egy ilyen tökéletes, mindennapi árnyalat. Nagyon-nagyon örülök neki. És a rúzsceruzának, amit ajándékba kaptam hozzá, annak azért eléggé vad színe van. Ez egyébként a Just My Type árnyalat, ilyen magenta színű árnyalat, de ez is tetszik egyébként, úgyhogy nagyon-nagyon örülök. Ja, és ráadásul mivel ez volt az első rendelésem a MAC webshopból, így 10% kedvezményt is kaptam, úgyhogy eléggé jól jártam. A következő is egy webshopos rendelés lesz, mégpedig a Cult Beauty weboldalról. Onnan is most rendeltem először, és igazából a The Ordinary termékek keltették fel nagyon az érdeklődésemet. Én egy kicsit le vagyok maradva, mert tudom, hogy ezek már hónapok óta nagyon-nagyon kedvelt termékek, de most jutottam el oda, hogy kipróbáljak valamit a márkától, és megrendeltem ezt a niacinami 10% plusz cink 1% ilyen szérumszerűséget, a másik pedig a Natural Moisturizing hidratáló krém. Ezeket már használom néhány napja, de most még nem akarok véleményt mondani róluk, mert szerintem azért legalább 1-2 hónapig kell ahhoz használnom, hogy ezekről tényleg legyen egy ilyen átfogó véleményem, úgyhogy valószínűleg a blogon fogok majd írni róluk. Szintén a Cult Beauty weboldalról rendeltem a Sol Janeiro Brazilian Bum Bum Cream testápolót. Aki követ külföldi YouTube-osokat, biztos vagyok benne, hogy találkozott már ezzel a testápolóval. Mindenki imádja, viszont baromi drága. Éppen ezért csak a kicsit rendeltem meg, mert hogy ebből van egy rendes, hát nem is tudom, 150 vagy 200 ml-es verzió is, ez 75 ml-es, és az a helyzet, hogy brutálisan finom illata van, nem tudom nektek körülírni, de hihetetlenül jó illata van, és az állaga is nagyon-nagyon jó, baromi gyorsan felszívódik, iszonyatosan puha lesz utána a bőröm, úgyhogy hát az a helyzet, hogy tényleg igaz minden, amit mondtak róla a külföldi videósok. Rendeltem még innen egy Umbrellize hidratáló krémet, ami nekem kicsit ilyen old school dolog, ugyanis amikor évekkel ezelőtt elkezdtem követni a Pixibu YouTube csatornát, akkor náluk láttam mindig ezt a hidratáló krémet, és mindig oldákat zengtek róla, és úgy voltam vele, hogy hát akkor ezt most kipróbálom. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok rá, mert ezt még egyébként nem használtam, de remélem, hogy nekem is be fog jönni. És az utolsó dolog, amit rendeltem a Cult Beauty-ról, az egy NYX Liquid Sweet Cream Lipstick, vagyis ez egy folyékony ajakrúzs. Tudom, hogy van már Magyarországon NYX bolt, kettő is, de én egyszerűen soha nem jutok el oda, amikor pedig eljutok, akkor egy csomó minden nincsen, úgyhogy úgy döntöttem, hogy megrendelem ezt a ilyen folyékony ajakrúst, és itt láthatjátok, szerintem nagyon-nagyon szép színe van, nagyon tetszik. Ezt már kipróbáltam egyszer, és nagyon bejön ez a formula. Térjünk át a ruhákra, meg hasonló dolgokra. Rendeltem magamnak az Elcipőről egy pár Birkenstock papucsot. Ez nem az a klasszik kétpántos papucs, én szerettem volna egy picit finomabb, picit nőiesebb papucsot, és végül erre esett a választásom. Feketét rendeltem, mert hogy az kb. Mindenhez megy.
És egyébként kellett a lábamnak egy pár nap ahhoz, hogy hozzászokjon ehhez a talp kialakításhoz, és azt hiszem, hogy írták is a honlapon, hogy amikor elkezdett hordani, akkor mindig így fokozatosan egy picit többet legyen rajtad, ne az legyen, hogy fölveszed elsőre és rajtad van egész nap, mert akkor biztos, hogy fájni fog a lábad tőle. És valóban így van, hogy hozzá kell szokni, de most már nagyon-nagyon szeretem, és az elcipő oldalán, amikor rendeltem, akkor körülbelül 6000 forinttal olcsóbb volt, úgyhogy nagyon jó kis fogás volt. És még egy lábeli, amit az Office Shoes-tól rendeltem, ez egy New Balance cipő, aminek hát talán ilyen barack színe van. Én, amikor ezt megláttam, gyakorlatilag azonnal beleszerettem, és 8000 forint kedvezménnyel tudtam megrendelni a leárazások során. Valószínűleg ősszel a szárazabb időben fogom hordani, de szerintem egy ilyen egyszerű, fekete-fehér outfitet tök jól fel lehet dobni egy ilyen színes cipővel, ja és már fölpróbáltam, baromi kényelmes. És ha már sportcipő, akkor megmutatom, hogy milyen ruhát vettem sportoláshoz a Houndenben, ahol szerintem tök jó edzőcuccok vannak. Vettem először is egy ilyen sportmelltartót, ami egyrészt azért tök jó, mert nagyon erős tartást ad, másrészt pedig állítható itt hátul a válpántja, illetve mindkét oldalon itt a szélessége is. Nagyon-nagyon szeretek ebben tornázni, mert tényleg nagyon jól tart, és szerintem fogok még venni sportmelltartót a Houndenben, mert ez nagyon-nagyon bejött nekem. Vettem hozzá egy ilyen tök egyszerű fekete rövid nadrágot is, de ez igazából semmi extra. És végül van itt még néhány ruha a Céundál leárazásról. Például ez a fehér kis blues, ami igazából tök egyszerű, de itt a nyakánál van egy ilyen kis érdekesebb rész, és egyrészt emiatt tetszett meg, másrészt azért, mert tök jó lenge, és ez 4600 forint helyett volt 2500 forint. Vettem még ezen kívül egy szintén fehér, szintén bőfazonú felsőt, aminek pedig a váll kialakítása nagyon-nagyon tetszik nekem. Ez már volt rajtam egyébként valamelyik videóban, ha jól emlékszem. Van még itt ezen kívül egy ilyen nagyon cuki, csíkos, kis ananászos felső is, amit megvettem egyébként egy másik színben is, mert annyira tetszett. Ez 3600 forint helyett volt 2000 forint. És végül, de nem utolsó sorban, kettő darab nadrágot is vettem már az őszre készülődve. Ez Slim Fit Skinny Leg Naci. Az egyik az fekete, ugyanaz a fazon mindkettő igazából, a másik pedig ilyen olivazöld vagy barnás, hát a videón barnásabbnak tűnik, de igazából élőben kicsit zöldesebb. Ezek 8000 forintról voltak leárazva 3600 forintra, és gyakorlatilag tökéletesen álltak rajtam. Én komolyan mondom nektek, hogy mostanában a legjobb nadrágokat mindig a Céundában vettem magamnak, úgyhogy szerintem most már mindig egyből oda fogok menni, hogyha nadrágot kell venni, mert tényleg nagyon jókat vettem az elmúlt időszakban. Tökéletes a hossza, tökéletes a fazonja, kényelmes, úgyhogy nagyon örülök. Nagyjából ezeket vásároltam az elmúlt 2-3 hónapban, nagyon örülök, mert szerintem szuper akciókat sikerült kifognom. Ha van kedvetek, akkor kommentben írjátok meg ti is, hogy ti miket vásároltatok a leárazásokon. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, ha igen, akkor lájkoljátok és ne feledkezzetek el feliratkozni a csatornámra, ha még nem tettétek meg. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!